piros zónába sorolta Magyarországot Ukrajna járványügyi szempontból. A határon átlépőknek ezentúl 14 napos karanténba kell vonulniuk, vagy PCR-tesztet kell végeztetniük magukon egy hivatalos laboratóriumban. A Záhonyi átkelőnél volt, aki örült az intézkedésnek. Nem számít, most csak az a lényeg, hogy mi ne vigyük át a vírust önökhöz, és önök se hozzánk. 2 hét nem probléma, mondta egy ukrán férfi. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség viszont átgondolatlannak nevezte a döntést, amely sok százezer ukrán állampolgárt érint hátrányosan. Különösen azokat, akik a határ túloldalára járnak át dolgozni. Eddig be tudtam menni 30 közös körzetbe, 24 óra hosszára, most már, hogyha bemegyek Ukrajnába, 2 hét karantén. Záhonynál óriási a kocsi sor. Minden nagyon rossz. Láthatják a sort, szerintem még nagyon sokáig itt leszünk, mondta egy 3 órája várakozó lány. Magyarországot valószínűleg azért sorolták a veszélyes államok közé, mert az elmúlt 2 hétben duplájára nőtt a naponta azonosított fertőzöttek száma. Ukrajnában azonban továbbra is sokkal rosszabb a helyzet, mint nálunk, néhány zöld kategóriás országhoz hasonlóan. Magyarország piros kategóriába sorolása azért is meglepő, mert a járvány által sokkal súlyosabban érintett Olaszországból és az Egyesült Királyságból továbbra is szabadon be lehet utazni Ukrajnába, sőt a zöld listán olyan országok is szerepelnek, mint Mozambik, Egyiptom vagy éppenséggel Djibouti. Siposegyi Zoltán, Euronews, Záhony.